Az elhízás betegségről rengeteget beszéltünk már, de nem lehet róla eleget, mert ez a halálok a lakosság legalább 70%-át érinti, és halálok igen, mert legalább 10 évvel megrövidíti az életet. Magyarország közel 60-70%-a túlsúlyos, de úgy látszik, hogy ez a szám nem elég nyomasztó senki számára, mert már ebben a műsorban is rengetegszer beszéltünk ezekről a komoly számokról, és mégsem veszük elég komolyan, vagy legalábbis a helyzet nem változik. Ennek mi lehet az oka? Mert hogy sokat eszünk, és miért eszünk sokat, az nyilvánvaló, mert szeretünk enni. De miért nem akarunk meggyógyulni? Ha belegondol abba, enni jó. Jókat tenni meg, még jobb. Viszont Magyarország késsel villávalása meg a saját sírját, ugye ezt Parti Nagy Lajos mondta, és azt gondolom, ez hihetetlen módon jó mondat, és kifejezi azt az hihetetlen zabálást, ami valójában Magyarországon időnként megtörténik. Amikor tényleg valaki tartósan le akar fogyni, és tartósan akár 45-60 kilótól meg akar szabadulni, ez egyedül nem megy. Ez segítség kell. Orvosi segítség, amely ma azért elérhető Magyarországon. Az orvosi segítség azért lényeges, mert a páciensnek mind a testi, mind a lelki vezetése a folyamat során, a diéta során nagyon fontos. Jelentősége van annak, hogy a páciens tudja, hogy mire vállalkozik. Legyen egy ingyenes konzultáció, ahol át tudja tekinteni az egész programot. Az igazán sikeres diéták egy konkrét órarendet adnak a páciensnek, ahol megvan, hogy reggelre, 10 óraira, ebédre, uzsonnára mit eszik. Ha szereti az édességet, akkor azokból tud választani, tasakos ételeket vihet magával, amikhez kevés vizet hozzáadva, számára ízletes, változatos, jó minőségű ételt tud enni. Nincs az a tudat, hogy elvesznek tőlem valamit, hanem egy folyamatos egészségesedési folyamatban veszek részt. Fontos az, hogy amikor lefogyása már sikeres lett, akkor utána egy olyan életvezetést tanuljon meg, amiben a számára kritikus szituációkban, például este megyek haza munkából fáradtan, nem a hűtőt nyitom ki egyből, hanem van egy tervem, hogy mit fogok enni, hogy káposztát párolok, vagy egy leves kockában megfőzöm, és az nekem akkor ott este 9 óra után jó lesz, mert reggel jobban fogok fölébredni, és a mérleg kevesebbet fog mutatni. Ezt magam is kipróbáltam, 23 kilóval vagyok most kevesebb, 6 éve sikerült lefogynom azóta megtartani. Magamon is, a pácienseim örömein is tapasztalom, hogy mennyire örülnek, hogy a házi orvosuk egészségesebb életet él. A személyes tapasztalatom szerint egy túlsúlyos beteg tehertől szenved. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az első konzultációtól indulva, ami adott esetben legyen egy ingyenes, nyugodtan végig gondolható konzultáció, folyamatosan végigvezetve őt szeretettel, empátiával, szakmaisággal az egész folyamaton, míg képes lesz önállóan egészséges életet élni akkor is, amikor számára nehéz helyzet van.